Szeretettel köszöntjük a konferencia szervezőit és résztvevőit. Szeretném bemutatni előadó társamat, Márti Vadart, aki egyrészt Sárvár alpolgármestere, tehát ezekben a kérdésekben, amiről szó lesz, napi szinten benne van, és nem utolsó sorban a Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának oktatója, PhD, és bemutatkozom én is, Virág Ildikó vagyok, én is a Veszprémi Pannon Egyetem gazdaságtudományi karának docense vagyok. Az előadásunk címe Pannon Városok Szövetsége az innovációs potenciál tükrében. Először Tivadar fogja az elméleti áttekintést megadni, utána én ragadom magamhoz a szót, és a végén ő fogja befejezni az előadást. Igen, akkor beosztjuk egymás között a feladatot, nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Ahogy az már elhangzott, én egy ilyen hibrid lovat próbálok megülni, hogy egy kicsit a városvezetés, kicsit pedig a kutatási témák, irányok. Remélem, hogy ez a két ló, ez valamelyest azért egy irányba szalad, és nem fognak szétszaladni a lovak. Úgyhogy most a hat érintett város innovációs gondolataiból fogunk felvillantani önöknek néhányat. Mint egy étlapot kínálva egyébként az azt követő kerekasztal beszélgetésnek, tehát tekintsük ezt úgy, mint egy kis inspiratív kezdése a kerekasztalnak. Remélem, hogy igen, köszönöm szépen, akkor a technikát most segítsünk. Tehát ha már egyszer innovációról beszélünk, akkor néhány gondolatot mégiscsak itt felvetnék elméleti szinten. Azt látják, hogy a világ nagyjaitól néhány definíció az innovációt tekintve. Ez talán csak abból a szempontból lényeges és érdekes, hogy való igaz, hát az elmúlt jó néhány száz év már arról szólt, hogy az emberek kíváncsiak voltak arra, hogy hogyan lehet az innovációt kezelni, és egyáltalán milyen keretrendszerbe tudunk gondolkodni. Az utolsó felvetés vagy gondolatot tőlem szól legalul, és nekem is az volt természetesen a megállapításom, hogy felértékelődik az innovációs folyamatok feltárása és az újításban érdekeltek megismerése, és hát azt gondolom, hogy ez a polgármester kollégáknak is majd nagyon fontos és érdekes tényező lesz akkor, amikor megismerjük a kutatás tényleges eredményeit. Kérem szépen a következő diát. És így van, nem fogom önöket különösebben így definíciókkal traktálni, de egyet mégis engedjenek meg, talán Schumpeteri tudományos megfogalmazása legelső, amely eredendően 1911-ből van, és már ő is felhívja a figyelmet itt a legalsó sorban. Látják azt, hogy innovációnak tekintjük azt is, hogyha egy feladatokhoz jobban illeszkedő új szervezetet akarunk, vagy pedig tudunk kialakítani. Köszönöm szépen, a következő diát kérném. És való igaz, az elmúlt évtizedek biztosan úgy teltek, hogy az innováció keretrendszerét a tudomány próbálta definiálni, illetve a mérhetőségnek is valamilyen keretrendszert próbált adni. Ennek az egyik legutóbbi példája az Oszló kézikönyv, amely a 2018-as kiadásában lehetővé teszi számunkra az innovációs fogalomrendszer teljes használatát és megérthetőségét. Igen? És való igaz, látjuk azt, hogy a szűken vett technológiai innováció kiegészül egy olyan gondolattal, hogy folyamat és szolgáltatás innováció, vagyis amikor az önkormányzatoknál, a városoknál az innovációs potenciált fogjuk áttekinteni, akkor nagyon fontos, hogy ne ragadjunk le a szűken vett technológiai innovációk mentén, hanem nyugodtan merjünk kigondolkodni abból a boxból, amiben adott esetben néha benne vagyunk, és való igaz, fogadjuk el azt, és mehet a következő dia, köszönöm szépen, hogy a folyamat innovációk azok különböző módon állhatnak össze, különböző funkciókban mehetnek végre. Itt csak néhányat emelek ki, az információ feldolgozása, különböző kommunikációs módszerek, számviteli, adminisztratív tevékenységek, eljárások, felelősségi körök, a döntéshozatal, az emberi erőforrás menedzsmentnek, szervezésének különböző módszerei, de akár a marketing és az értékesítés, ez mind-mind az innováció egy-egy folyamata tud lenni. Igen. És hogyha a folyamatokról beszélünk, akkor természetesen érdemes modellben gondolkodni, és ez a modell, ez már elhangzott a mai nap folyamán számtalan esetben, és igen, én is szeretném ezt megerősíteni, és azt gondolom, hogy a városok esetében is nagy létjogosultsága van ennek, tehát hogy a hármas modellt nyugodtan hátrahagyhatjuk, és a négyes, illetve az ötös Helix modellben gondolkodván elfogadhatjuk, hogy a média alapú
civil szerveződéseknek a jelenléte az innovációs ökoszisztémában igenis megkerülhetetlen, és természetesen a jobboldali ábrára tekintve pedig mindezt úgy, hogy egy megfelelő környezeti fenntarthatóság is társul emellé. És valóban a modellben való gondolkodás pedig elvezethet bennünket a társadalmi innováció kérdésköréhez, amely azt gondolom, hogy szintén a városok életében megkerülhetetlen, hiszen az elmúlt évtizedekben érződött a tudományos kutatás igénye. Gondoljunk csak arra, hogy az új technológiák különböző társadalmi problémákat vetítettek előre, és különböző társadalmi hatást eredményeztek. Szükség volt új megoldásokra a különböző társadalmi kapcsolatok mentén, és egyáltalán a technológia előretörése a társadalmi innováció előretörését is jelentette. És való igaz, a társadalmi innováció az egy ma már megkerülhetetlen fogalom, és azt gondolom, hogy ez a városok életében is egy nagyon fontos tényező. Itt felhívnám a figyelmünket az alul bekeretezett részre, amely az alulról képződő, építkező, kezdeményező megoldásokra utal, és itt is megerősítem azt, ami ma már többször elhangzott, hogy a helyi közösségi, civil, társadalmi igényekre és szükségletekre érdemes reflektálni, hogy új, innovatív tevékenységek jöhessenek létre. És hát feltehetjük azt a kérdést, hölgyeim és uraim, polgármester kollégák, hogy akkor most itt tudománykodunk, vagy pedig várost irányítunk. Én azt gondolom, hogy az előző információk is megerősítik azt, hogy tudomány és városirányítás, tehát ez a kettő dolog, ez nagyon-nagyon jól megfér egymással a szimbiózisban. És az, hogy ezt megerősíteni tudjuk, most el fogunk önöknek mutatni egy elmúlt hónapokban befejezett kutatás néhány eredményét, amelyben az első szakasz a Pannonvárosok Szövetségében egy lakossági megkérdezésnek az eredményeit fogja bemutatni, a második szakasz pedig 7-9 városi meghatározó emberre véleményformálóval strukturált interjúk kerültek elkészítésre, és ennek az interjúknak az eredményét is majd röviden be fogjuk mutatni, és most kérem Ildikót, hogy vegye át tőlem, és majd a végén én is vissza fogok jönni. Köszönöm szépen. Azzal folytatnánk, hogy mi is ez a Pannonvárosok Szövetsége, amely nem egy kötelező tömörülés, ez egy önkéntes, szabad közösség. 8 város, Tata, Veszprém, Pápa, Kőszeg, Szombathely, Keszthely, Nagykanizsa és Zalaegerszeg együttműködését 5 évvel ezelőtt a Pannon Egyetem kezdeményezte, gyakorlatilag azokban a Pannon térségben lévő városokban, ahol az egyetemnek érdekeltsége volt, kampusza volt, és az volt a fő célja, hogy ezek a városok közelebb kerüljenek egymáshoz, integrálódjanak. A Pannonvárosok Szövetségének nagy tisztelettel meghívott képviselőit itt a kerekasztalnál is köszönhetjük. Mi volt ennek és mi ennek a kezdeményezésnek a célja? Mindenképpen az önkormányzatok, a városok integrációja, olyan fontos kérdések, mint a fenntarthatóság, a térségfejlesztés, a régióban gondolkodás, a hálózatosodás, a networking tulajdonképpen az elsődleges célja a tömörülésnek. A Pannonvárosok Szövetségével kapcsolatban már történtek korábban kutatások, és amelyben a Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete Kőszeg, mint mozgatóerő lépett közbe, és tulajdonképpen az itt dolgozó kollégáknak köszönhetjük a kutatásoknak az egy részét. Név szerint Birkner Zoltán, Rodek Nóra, Ernst Ildikó, Tóth Kaszás Nikoletta vettek részt ezekben a kutatásokban, publikációkban is közölték. Amit ők vizsgáltak már eddig, hogy vajon mi a városok sikerének a kulcsa, mik lehetnek azok a tényezők, amelyekkel például a fiatalokat itt lehetne tartani, visszahívni, vonzani, milyen stratégiákat tud erre a vezetés, a vezetők erre kitalálni. A másik ugye a települési identitás, a kötődésnek az erősítése, illetve ami majdnem, hogy a legfontosabb ugye ebben a szövetségben, a városok közötti együttműködések, közös feladatok, kihívások megoldása együtt, közösen, egyszerűbb és nagyobb lobbyerőt tekintve az lenne a fő cél, hogy erősítsék egymást ezek a városok, ne riválisként tekintsenek egymásra, és használják ki a hálózatosodásból, az együttműködésből, a kooperációból adódó előnyöket. Itt a fényképen, amelyet ugye tulajdonképpen a sajtóból vettem, látszik
a képviselőknek az egy része, amely egy újsághír kapcsán került ide. Oda kell irányítanom, azt tudom. Az együttműködéssel kapcsolatban, tehát az eddig történt kutatások alapján a lényeg, hogy a tömörülések, szövetségek, városközösségekre már eddig is volt példa a világban. Fontos azt tudni, hogy vajon a sikeres kooperációknak mik a kellékei. Lehetnek olyan példák a városok előtt, ugye a városoknak vannak testvérvárosai, itt esetleg már vannak olyan jó gyakorlatok, amelyeket ebbe a hálózatépítésbe lehetne felhasználni. Az együttműködésnek Magyarországon még ugye van hova fejlődnie, igazán intenzív, folyamatos együttműködés csak kevés településsel folytatunk. Projektek kapcsán vannak olyan kezdeményezések, hogy a városoknak, önkormányzatoknak közösen kell dolgozni, de sajnos, vagy nem sajnos, ezek igazából valószínűleg csak egy korlátozott időre tartanak, de összegezni lehetne az erőket, és alapvető problémákra, hosszú távú stratégiák kialakítására nagyon jól lenne ez az együttműködés. Egymástól tanulni is lehetne, tapasztalatokat átadni, szakembercserére nyílna lehetőség, és közös lobby tevékenységet is lehetne ezáltal a szövetségben megvalósítani. Fontos kérdés a területi identitás, hogy kötődjek a településemhez, a régiómhoz, a Dunántúlhoz. Ez alapvető lenne ahhoz, hogy a fiatalokat ezeken a térségeken itt tudjuk tartani. Ugye a globalizáció magával hozta, hogy nagyon sok fiatal, ugye én kozmopolita lett, és nem biztos, hogy visszatérnek eredeti szülőhelyükre. A területi identitásnál nagyon fontos, hogy a személyi kapcsolathálónál ez egy tágabb, földrajzi kategóriákkal meghatározható társadalmi csoporthoz való tartozást jelent, és érzelmi viszonyt is a területhez, a régióhoz. Területi identitás a városmarketing területén is felhasználható kategória, városépítés, márkaépítésnek a fontos eszköze. Egy új fogalom ez a City Identity, ez egy nagyon tudatos stratégiai terv része is lehet, és a kötődés, identitás erősítése igazából a lakosság és hát a fiatalok helyben tartásának eszköze is. Tehát ezekkel a kategóriákkal tavaly ilyenkor, amikor a Kraft konferencia zajlott, Birkner Zoltán tartott egy előadást, ez az ő anyagából egy összefoglaló, az ő kutatásait, illetve az ő munkacsoportjának kutatásait, ugye élhetőség, boldog, elégedett polgárok, büszkék legyenek a városukra, életörömmel éljék a napjaikat. Egy komplex megközelítést is ide sorolhatunk, a gazdaság is jól működjön, kultúra, biztonságérzet, munkahelyteremtés is jól működjön, a szolgáltatások szabadidő eltöltésére is megfelelő lehetőségek adódjanak, a gazdaság kvalifikált munkahelyeket tudjon biztosítani, és egyéb kategóriák, aktív közösségi élet, anyagi-lelki előrehaladás is szükséges ahhoz, hogy ez az élhetőség igazából jól működjön. Egy kérdőívről fogok beszélni, tényleg röviden és így viszonylag gyorsan végigkatogatom az első eredményeket. Ez a kérdőív a Pannonvárosok Szövetségének tagjai között készült, az önkormányzatok segítségével. Kicsit nehezítette a dolgunkat, hogy ez most idén április, tehát a Covid idején történt, és hát nagyon jó lenne igazából egy teszt, egy kontroll lekérdezés, amely lehet, hogy a valóságos igazi képet is kaphatunk. Ez biztos, hogy befolyásolja maga ez a vírus helyzet alatt átélt élmények. A végzettség tekintetében elsősorban ugye felsőfokú végzettségűek töltötték ki nagyobb arányban, tehát ez nem a 8 Pannonvárosra vonatkozott, a 6 város lakossági kérdőíve. De vonatkozott a foglalkozás tekintetében, főleg a szellemi foglalkoztatottak töltötték ki a kérdőívet, tehát a mintából igazából erre jutottunk. Kötődés a településhez, nagyon jól látszik az ábrán, ugye itt egy 4-es kategória van, gyakorlatilag nagy arányban, teljes mértékben kötődött a településben a megkérdezetteknek a nagy része. És a régióhoz is, csak egy kicsit gyorsan most tovább kattintottam, tehát a régióhoz is teljes mértékben kötöttek
a kitöltők és a Dunántúlhoz is elmondható, hogy ugyanígy nagyon nagy mértékben kötöttek a kitöltők, ez most az összes városra nézve. Nem tudom, lehet, hogy egyszerűbb, hogyha a természeti környezettel való elégedettség is gyakorlatilag nagyon magas arányban érvényesül. Tehát a válaszadók elégedettek a természeti környezetükkel. Közlekedéssel való elégedettség, itt már írtam oda egy átlagot, ugye a 4-eshez viszonyítunk, ez már nem teljes mértékű, tehát elégedettek, de lenne mit javítani a közlekedéssel. Parkolás, igen, ilyen kategóriák tartoz. Szolgáltatások elérhetőséggel való elégedettség, ez majdnem 3-as, tehát nem a teljes mértékű, de nagyjából elégedettek a lakosok. Közösségi élettel való elégedettség majdnem 3-as értéket vesz föl, tehát ez sem teljes mértékű. Tanulási lehetőségekkel, ezek ugye nem a teljes mértékben kategóriáját merítik ki, körülbelül ez is 3-as értékkel jellemezhető a 4-ből. Munkalehetőségekkel való elégedettség már egy picit alacsonyabb. Lakhatási lehetőségekkel való elégedettség sem a teljes mértékű. Családbarátok közelségével viszont azért majdnem 3,3-as értékkel, ez arra azt mondhatjuk, hogy nagyon erős az elégedettség. Ugye a kérdőív az egyébként nagyon hosszú volt, és kicsit kimerítő, tehát ez csak pár diát szeretnék ebből bemutatni. Városi zöld területek nagyságával is körülbelül 3-as elégedettség van, és ez ugye településenként is megvannak ezek az eredmények. Infrastruktúrával való elégedettség viszont már inkább a 2-eshez közelít, tehát ez nem annyira erős. A helyiek szorgalmasak és tenni akaróak, ezt nagyjából úgy gondolják a lakosok, hogy ez igaz, persze nem teljes mértékben. Barátságosak és vendégszeretőek a helyiek, ez viszont a 3-asnál erősebb, tehát ezt gondolják a kitöltők. Vállalkozók, kezdeményezőek, vállalkozókedvűek, találékonyak is igazából. Az összetartás 2,76-tal nem a teljes, de azért azt mondhatjuk, hogy igen a válasz. Segítőkészségre is 3 egész fölötti valamivel. Mennyire boldogok az emberek? Az a jó, hogy legalább nem rosszabb az érték, tehát ez is közelít a 3-ashoz. Tehát szerintem ez jól érzem magam a településemen, viszont ez majdnem 3,5-ös, és ez egy nagyon jó eredmény szerintem. Az hosszú távon itt tervezek élni, ez is egy fontos eredmény, hogy 3,5-höz közeli értéket kaptunk. Azt szeretném, ha a gyerekei mit élnének és dolgoznának, ez is viszonylag magas érték. Hogy a gyerekek mit gondolnak, az ugye nem tudjuk, boldog embernek érzem magam, ez is igazából egy jó eredmény. Munkám sok időt veszel, ez hála Isten annyira nem jellemző a válaszokban. Lehet, hogyha megkérném, hogyha nyomnál, lehet, hogy gyorsabb. Elégedett vagyok a munkámmal, lehetne, ami háztartásom anyagi helyzetével is majdnem 2,8-os szinten elég. Egészségügyi ellátás, ugye a fönti ábra azt mutatja, hogy fontos a kérdés, az elégedettséget az alsó, tehát az már nem egészen teljes mértékű, sőt, aki nem annyira elégedett, azoknak is nagy az aránya. Sportlétesítmények fontossága, fontosnak tartják a sportlétesítményt, de nem annyira elégedettek, teljes mértékben nem elégedettek az emberek. Pihenés, szabadidő eltöltése, nagyon fontos kategóriának tartják, gyakorlatilag elégedettek, de nem teljes mértékben a kitöltők. Szórakozási lehetőségeket is nagyon fontosnak tartják, az elégedettség pedig alul látszik, hogy igazából nem a teljes mértékű az elégedettség, ez a 6 pannonvárosra vonatkozóan. Kulturális intézmények fontossága nagy, az elégedettség az alsó ábrán látszik, hogy az igen mondjuk a legnagyobb számú, de nem a teljes mértékű elégedettség. Vendéglátóhelyek fontossága, fontos a vendéglátóhelyek, az elégedettség az alsó ábrán látszik, hogy igen a válasz, de nem teljes mértékű így sem. Vásárlási lehetőségek is nagyon fontosak, itt is azt mondjuk, hogy meglehetősen elégedettek.
hivatali ügyintézés. Ez nagyon érdekes, főleg, hogyha majd a külön a településeket néznénk, de ez ugye itt az előadás keretében most nem lesz teljesen lehetséges. Nagyon fontosnak tartják a kitöltők. Az elégedettség, ugye az igennel, ugye van olyan önkormányzat, ahol jobban elégedettek, van, ahol kevésbé, de nagyjából az igen a jellemző. Iskolák és egyéb oktatási intézmények fontossága fontos, de itt is azt mondhatjuk, hogy nagyjából elégedettek. Közterek, piacok fontossága szintén nagyon fontosnak gondolják, az elégedettség pedig körülbelül olyan hármas közeli. Jó, szerint igen, ez pedig már csak pár dián van. Fontos a kötődés. Zalaegerszeg, Kőszeg, Keszthely és Veszprém esetében megállapítható, hogy a városhoz, a régióhoz és a Dunántúlhoz is egyaránt kötődnek, tehát ezek az értékek magasak voltak. Tata esetében a városhoz nagyon kötődnek, kevésbé a régióhoz, és még kevésbé Dunántúlhoz. Nagy Kanizsán azt állapítottuk meg, hogy inkább a saját városukhoz kötődnek. Jó. Itt pedig csak csemegésztünk, ugye ez egy elég nagy anyag, ez a kérdőívnek a válaszai, amivel teljes mértékben elégedettek a természeti környezet, városi zöld felület, családbarátok, közelsége, lakhatás. Nagyon érdekes, hogy a bizalom itt a legmagasabb, az önkormányzatban is, és az iskolák iránt is. A környezet állapota nagyon fontos, az egyetem jelenléte is nagyon fontosnak tartják. Menjünk tovább. Tatán természeti környezettel, zöld felülettel nagyon elégedettek. Minden város a környezetvédelmet nagyon fontosnak tartja, tehát majdnem négyes értékek jöttek ki minden városban. Ez nagyon jó, mert ugye itt a klímapolitika, környezetvédelem, fenntarthatóság szempontjából ez egy fontos válasz, hogy ezt mindenki komolyan veszi. A városvezetéssel is elégedettek, és hát ugye amiket lejjebb látunk, ott ugye van még javítani, vagy közepesen elégedettek. Kőszegnél a természeti környezettel nagyon elégedettek, nagyon többségében jól érzik itt magukat az emberek, és itt akarnak élni. Fontosnak tartják az egyetem itt létét és a környezetvédelmét. Infrastruktúrával, közlekedésre, munkalehetőséggel kapcsolatban pedig közepesen elégedettek. Keszthely, szintén a környezetvédelem, egyetem jelenléte és annak hatása nagyon fontos. Inkább elégedettek természeti környezettel, városvezetéssel. És Veszprémben ugye természeti környezet, városi zöld felület, kulturális lehetőségekkel nagyon elégedettek, környezetállapota nagyon fontos, az egyetem jelenléte nagyon fontos, és a többi kategóriával elégedettek, vagy inkább elégedettek, és érdemes javítani. Nagykanizsa szintén ugye a zöld területekkel, természettel elégedettek, önkormányzati szolgáltatásokkal is elégedettek, egészségügyi ellátás, tanulási lehetőséggel is elégedettek, többi, ezek ugye csak egy-két kiragadott kategória egyébként egy ilyen csemegézés ebből a nagy anyagból. Igen, és mielőtt befejezném az én részemet, csak annyit szeretnék még hozzátenni, hogy ezelőtt a felmérés előtt volt egy nagyobb felmérés, amit itt a Kraft csoport keretében vittünk véghez. Volt egy ilyen Schwarz-féle motivációs felmérés, ami tulajdonképpen, amelyből a pannonvárosok értékeit ki tudtam szűrni. Ez az értékteszt egyébként egy ilyen személyes értékek vizsgálatához egy 21 kérdésből álló értéksor, kérdéssor, amelyből 10, illetve 4-es univerzális értékdimenziót lehet kialakítani, és ez alapján megállapítható, ami viszont szerintem egy fontos üzenet, hogy ugye itt a kérdésekre azokat a válaszokat pirosoztam ki, amelyből a térségben, ugye ha 5-ös skálán nézzük a válaszokat, 4-es fölöttieket kaptunk, tehát új dolgokat, fontos nekem, hogy új dolgokat találjuk ki, fontos, hogy egyenlő bánásmódban részesüljön mindenki, biztonságos körülmények között ilyen újdonságokat, meglepetéseket tapasztaljon, fontos az, hogy saját magam döntsek arról, hogy mit csináljak, tehát az önállóság ebben a térségben nagyon fontos. Siker nagyon fontos, a kalandok, kockázatvállalás, a becsület, a barátok, a család közelsége, a környezetvédelem és a megőrzés, tehát vallási, családi hagyományok megőrzése is fontos a térségben, és fontos az is, hogy jól érezzem magam. Tehát a kitöltőknek
A másik kutatásban ezek voltak a Pannonvárosok Szövetségében a legjellemzőbb válaszai, és ebből ez az ábra azért fontos, mert ebből az látszik, hogy a négy fő dimenzió mentén, ugye a megőrzés, a nyitottság, ez az altruizmus vagy énátadás és az önmegvalósítás, ez a négy fő kategória, ami ebből a vizsgálatból kijött. Ebből az ábrából az látszik, hogy ez az altruizmus, nem önfeláldozásnak fordítanánk, hanem énátadás, tehát hogy én feláldozom magam a közösség előtt, tehát hogy fontosabb nekem a közösség céljai, mint saját magam, és ebben a térségben ez elég magasan kijött, és nekem számomra, illetve szerintem az az üzenete ennek, hogy ezzel lehetne valamit kezdeni ugye a vezetésnek, meg kellene találni az eszközt tulajdonképpen a lakosság felé, hogyha ők, ezek teljesen anonim módon kitöltött kérdőívek, tehát én azt gondolom, hogy esetleg az, hogy közösségben gondolkodni, kooperálni, ebben van még potenciál. Ez pedig egy térkép, ami szintén ezt a tulajdonságot vagy értékcsoportot mutatja ugye ezen a területen. A térképet Jakóbi Ákos kollégám készítette. Ugye ez az erős szín, erős kék szín jelenti, hogy ez ugye 1-től 5-ös skálán ezen a környéken, ezekben a városokban, ahol ezek a városok elhelyezkednek, milyen értéket vettek föl. Tehát ezt szerettem volna ezzel bemutatni. Nagyon szépen köszönöm, és visszaadnám a szót. Próbálom belehúzni, hogy végére érjünk. Második szakasz struktúránt interjú keretén belül zajlott, ilyet a következő dia. Az interjú felépítése volt, megkérdeztük a városról, hogy milyennek tartja a város, milyen foglalkozással azonosítják a városukat, erről majd lesz egy dia, mehetünk a következőre. A második kérdés a struktúrált interjúnak, hogy mi a városlakók véleménye, a megkérdezettek véleménye a kérdőívnek az eredményéről. A harmadik része az interjúnak pedig a városi közös ügy, és talán ez az egyik legfontosabb, hogy milyen szerepet képzel el saját magának a megkérdezett a város fejlődésében. Tehát, hogy mi az a közös ügy, ami mellé oda tud állni, és képes és hajlandó azért tenni, hogy a város előbbre tudjon jutni. Igen, az interjú eredményei azok természetesen településenként értelmezhetők, azonban, hogyha képesek vagyunk arra, hogy valamit ott a közepén együtt összeteszünk, akkor egy lépéssel talán előbbre jutottunk, tehát hogy ennek az egésznek egy közös metszete lehet, akkor biztos, hogy sikeresebbek lehetünk együtt. A város, mint foglalkozás, nagyon nehezen olvasható, kicsik a betűk, de azt szeretném jelezni, hogy nagyon színes és értékek jöttek, és nagyon színes gondolatok jöttek elő mind a hat városnál. Azt gondolom, hogy erre a városvezetők alapozhatnak, tehát az emberek nagyon sokszínűen, nagyon sokféleképpen látják a városokat, és azt gondolom, azt tanácsolom talán a polgármester kollégáknak, hogy ebből úgy próbáljanak meg mazsolázni, gondolom, hogy a prezentációk elérhetőek lesznek mindenkinek majd később, és ezeket érdemes egy kicsit mélyebben is feldolgozni. És hogyha tovább megyünk a következő diára, a város, mint közös ügy, szintén az látszódik, hogy az emberek nagyon fogékonyak arra, hogy valamit tegyenek a nagyvárosi közösségért, nagyon értékes dolgok jöttek ki, hát kezdve a hegesztőtől, a bájos táncos nőn keresztül mindenféle tanár és egyéb tudományos funkciók is előjöttek, ami szintén azt mutatja, hogy egy nagyon színes és érdekes területtel állunk szemben. És hölgyeim és uraim, hogyha azt mondtam önöknek, hogy egy étlapot szeretnénk adni a következő kerekasztal beszélgetéshez, akkor úgy illik, hogy ezen az étlapon legyenek édességek is, tehát legyenek rajta bombonok, és akkor engedjék meg, hogy önöknek most fellőjünk itt néhány innovációs bombont. Vagyis nézzük meg azokat a tényezőket, amelyeket én megpróbáltam itt egymás mellé csoportosítani, és amely a kérdőívnek és a struktúrált interjúknak egy valamilyen fajta érdekes eredménye lehet, és talán a kerekasztal beszélgetés pedig azokat a pozitív példákat előhozhatja, amelyekből az a metszet az egyre nagyobb tud lenni, tehát hogy egymástól közösen képesek leszünk tanulni, és a legjobb gondolatokat, folyamatokat egymástól ellessük. Kérem szépen, települési környezethez köthető információk, végig tudják olvasni, én csak néhányat kiemelek. Kérem szépen, sokan azt mondják, hogy Zalaegerszegnek egyszerű, mert ott van a pálya. De mit tud tenni a többi település? Milyen megoldásaink vannak? Aztán innováció a közlekedés szervezésben, kérem szépen, mindenhol botrány a közlekedés, azt kell, hogy mondjam. A parkolási rendszerről nem beszélek. Képesek vagyunk-e arra, hogy nagyon jó IT megoldásokat hozunk, és mik a városok tapasztalatai? Balaton csak a Balatonon van.
mondták Keszthelyen, a többiek meg sopánkodtak, hogy náluk meg nincsen Balaton. Mit tud tenni a többit? Mit tud tenni a többi település? Hogyan tudunk biztonságosak lenni, és egyáltalán hogyan tudjuk megóvni azt a körülöttünk lévő környezetet? Gazdaságfejlesztés, Zalaegerszeg, igen, ott a tesztpálya is a többieknek, nekik nem jut. Mit tudnak tenni a többiek? KKV koordinációja, hogyan tudjuk őket segíteni? Kinek van jó példája? Egy-két jó példa egyébként előjött, főleg Zalaegerszeg tekintetében a KKV-knál. Tudásgazdaság, befektetők bevonzása. Mi a tuti recept? Kérem szépen, polgármester kollégák, ezt persze magamtól is kérdezem Sárváron adott esetben, de valóban ezek azt gondolom, hogy örök kérdések, mehetünk a következő diára, és akkor még engedjék meg, hogy ilyen kis egyszemélyes bombonokat is oda tegyek önökhöz. Kérem szépen, környezetvédelmi innovációk, komoly probléma, települési akciók és kezdeményezések. Mit teszünk a környezetvédelmi érdekében? Zöld város, ugye volt egy csomó Európai Uniós pályázati kiírás, hogy zöld város projektek. Elég sikeresek vagyunk ebben, mit gondolt erről a lakosság, egyébként bizonyos értelemben igen. Termék és szolgáltatás innovációk, a közszolgáltatások elérhetősége, Ildikó ugye beszélt ezekről, az elégedettségekről, kereskedelmi szolgáltatóterek, és hogy hogyan tudunk turizmus innovációkat, ugye Tatán ez például érdekes kérdés volt, Kőszegen is egy nagyon érdekes felvetés lehet, és akkor mehetünk az utolsó diára, és akkor a legutolsó bombon, hogy biztos mindenki jól lakjon, társadalmi innovációk, amiről már beszéltem én is korábban, az emberek egy irányba törekszenek, közösségformálás. Hogyan tudnak a települések ebbe előrelépni? Civil bázis létrehozása, támogatása, működtetése, a képzett lakosság bevonása a közügyeibe. Azok az emberek, akik képesek arra, hogy tegyenek valamit a nagyvárosi közösségért, őket hogyan tudjuk ebbe motiválni? A lakossági jólétnek az emelése, fiatalok helyben tartása, gondolom, hogy minden polgármester kolléga ezzel a problémával azért valamelyest biztos, hogy küzd. Fiatalok, intézmények, megoldások, egyáltalán az összefogás, mint emberi érték, és akkor az egészség megőrzés, az itt látható, talán nem olvasom fel. Igen, tehát a kerékpár autóháború, azt gondolom, hogy minden településen eléggé jelentősen előjött, hogy hát mit tudunk ott tenni, milyen lehetőségeink vannak. Bizonyos értelemben a településeknél vannak jó megoldások, nyilván többiek esetleg megoldásért kiáltanak. Nos, hölgyeim és én azt gondolom, hogy nekem ez volt az utolsó diám, hogyha egyet léptetsz, akkor megmondom. Igen, ez volt az utolsó. Én köszönöm szépen. Én ezeket az innovációs bombonokat én szerettem volna oda fellőni, hogy és akkor most amihez kedvünk van, adott esetben ezekből tudunk egy kicsit csemmegézni. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük az előadást.